Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Harangozó Tamásnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, államtitkár úr. Próbáltam követni az expozéját, de néha annyira belegabajodott, meg olyan gyorsan eldarálta, hogy nem tudtam mindent leírni. Ez a néhány idézetet fogok majd idézni. Nyilvánvalóan, ha nem a jog 35-ös részéről beszélek a törvényjavaslatnak, hanem a nemzeti együttműködés részéről. Ebben a tekintetben az, hogy mondjuk kistelepüléseken, 5000 fő alatti kistelepüléseknek a kormány, és főleg azon belül a civileknek, a kormány a költségvetésből több pénzt adjon, azt maximálisan lehetne támogatni. Az, hogy egyébként ezt politikai függelmi viszonyok kialakítására, politikai kiszolgáltatottságra, és gyakorlatilag a társadalom végletekig történő fideszes megszállására használják, egyszerűen elképesztő. Én elhiszem, hogy mulatságos a képviselőtársamnak, és bizonyára élvezi is ezt, de ennek nem lesz jó vége. Ennek nem lesz jó vége. Szóval az van, hogy államtitkár úr olyanket mondott az expozéjában, hogy a társadalom hasznos alappillérei a civil szervezetek. Nagyon fontos a sokszínű tevékenység, az értékteremtő munka. Árulja már nekem, államtitkár úr, hogy ehhez miért kellnek a polgármestereket előírni, hogy csak ők kaphatják ezt a pénzt? Csak az általuk vezetett civil szervezet. Hol van ott a szép, hol van itt a sokszínű tevékenység? Hol van itt a önkéntes, értékteremtő munka? Hogy fér ez a kettő össze? Bizonyára ismert civil szervezeteket, hogy ezek mivel foglalkoznak. Ebbe miért kell belekeverni a polgármestereket kizárásos alapon? Azt mondja államtitkár úr, hogy 15 000 civil szervezet van 5 000 fő település alatt. Ez ott volt valami probléma, de ott a fideszes vezérszónoktól ezt konkrétan így hallottam. Azt is mondta államtitkár úr, hogy ezzel több esetben, ezt mondta szó szerint, polgármester a civil szervezet vezetője. Meg tudja elmondani, hogy a 15 000-ből mennyi ez a több eset? 5? 8? 10 000? Hát gondolom, ha megírták ezt a törvényt, akkor bizonyára csak megnézték. Ugye két része van a javaslatnak. A Magyar Falu Program kiterjesztése és a Nemzeti Együttműködési Alaptanár támogatásának kiterjesztése. És itt írnák elő azt, hogy a programból való pályázat akkor lehetséges, ha a civil szervezet vezető tisztségviselője a település polgármester. Hát ez van a törvényben. Jó. A Magyar Falu Programban szeretném kérdezni államtitkár úr, itten olvasom a neten, Magyar Falu Program pályázat falusi civil szervezeteknek már fönn van a neten. Azt mondja, hogy vissza nem térítendő támogatásként elnyerhető összeg maximum 6 millió forint kistelepülés 5 000 fő alatti civil szervezeteknek. Minimum 2 millió, maximum 6 millió forint. És itt is leírják, amit a képviselőtársam mondott, hogy ebből bizony autót lehet venni, meg különböző járművek karbantartását, felújítását, nem gépi meghajtású járművek beszerzését, ingatlan tulajdonszerzést, tulajdonban lévő ingatlan felújítását, stb. Mondom, fejed darabonként 2 és 6 millió forint között. Pályázati kiírásban az van ki, ide, ez meg, mondom, ez fönt van a neten, nyilvános kiírás, rendelkezzen minimum egy lezárt üzleti évvel, rendelkezzék az utolsó lezárt évről szóló letétbe helyezett, a bírósági hivatal letétbe helyezett számviteli beszámolóval. Itt még nincs, tehát hogy majd most, ha elfogadjuk ezt a törvényt, akkor átírják majd ezeket a pályázatokat, és belekerülnek a polgármesterek, nem? Nem kerülnek bele? Nincs benne polgármester. Nincs a törvényjavaslat, de a polgármester. Nincs az a... Ja, értem, csak nincsenek kizárva a polgármesterek, jó? Értem. A Magyar Falu Program ilyen tekintetben ez a kiírással együtt az eddigi
időszakban, most ezeket a gépenő beszerzéseket leszámítva, közterület, járda, játszótér, út, karbantartás, ilyes orvosi eszközök beszerzésére volt kiírva. Ez egy jó kérdés egyébként, hogy ezeket mi nem a településeken keresztül csinálják, de ezt inkább csak kérdezem, tehát hogy ebben a civil szervezeteknek miért van nagyobb rutinja például, mint direktbe az önkormányzatoknak. A másik a nemzeti együttműködési alap, és azon belül most már hallottuk, hogy a 10 milliárd forintos megemelt összegnek, és a nemzeti együttműködési alap tanácsa kollégiumának, tagjainak tiszteletdíjának megemeléséről szól ez a javaslat az adminisztrációs terhek növekedésével együtt. Azért egy-két dolgot hadd mondjunk el arról, hogy ez mennyire tekinthető objektív szervezetnek. A Nemzeti Együttműködési Alap talán az utóbbi hetekig bezárólag elnöke, a Civil Összefogás Fórum elnöke Csizmadia László volt, ha jól tudom, most került leváltásra egy néhány héttel ezelőtt. Méltán elfogulatlan Civil Összefogás Fórum elnöke. A szervezet munkájában továbbra is szerepet kap Heizler Norbert László, a Civil Összefogás, a CÖKA kuratóriumának volt tagja is. A NEA vezetését ellátó tanács tagjai, például a kiskunhalysi Fidesz alelnök Bozókiné Veszelovszki Szilvia, a Fidesz humán kabinettjének egykori kabinetvezetője Bodrogi Richárd, és most hosszan mondhatnám még, de azért ezek úgy világosan és egyértelműen bemutatják, és egyébként a sajtó az elmúlt években megjelent támogatási konkrét történetek is, hogy ez sok minden ez a tanács, csak független civil nem. Államtitkár úr, mi nem nagyon tudjuk támogatni azokat a törvényjavaslatokat, amik a választások előtt két évvel megjelennek, és arról szólnak, hogy politikailag egyértelműen bizonyítottan elfogult pénzosztó műhelyek fognak nekiállni közpénzeket osztogatni nem pontosan látható módon, és nem pontosan látható értékek szerint. Szerintünk sokkal jobb megoldás az, amikor a civilek maguk osztják szét egymás között, vagy maguk között a pénzt a saját maguk által választott vezetőkkel egyrészt, másrészt pedig ezt az egészet kontrollálni lehet, és nyilvánosan lehet kezelni. Ezért egyébként még egyszer mondom, magával az összegtámogatás, a támogatási összeg megemelésével, és azzal, hogy a kis településekre direkt bejuttassunk több pénzt, maximális egyetértünk, az, hogy ezt a nemzeti civil alapon keresztül juttassák el, vagy bocsánat, a nemzeti együttműködési alap az a jó szó, valahogy nem jön a számra, azzal meg nem tudunk egyetérteni. Ismerjük az eszközeiket, és ismerjük azt, hogy mondjuk egy tisztességes választási lebonyolításban a Fidesz milyen eszközöket és hogyan használt az elmúlt időszakban. Mi is ebben az országban élünk, mi is találkozunk kis települési polgármesterekkel, elmesélünk nekik, elmesélik ők nekünk is, hogy kinek és minek kell megfelelni ebbe az országba, hogy a településük pénzhez jusson, ezt az eljárást, ezt az ilyen típusú szervezett társadalmat mi nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.